Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon rövid videó lesz. Ráadásul csak olyanokról beszélünk, amelyekről már volt szó. Azaz kettő dolgot fogunk a mai nap megbeszélni, és mind a kettőt már ismeritek. Az egyik a monitorok beállítása egyszerűbb ablakkezelő rendszereken, azaz a csempéző ablakkezelőn, az Openboxon, és még azt is merném mondani, hogy az XFCE alatt is hasonlóképpen kell vagy érdemes beállítani a monitorodat. Nyilvánvalóan már erről én is csináltam videót, illetve a magyar ácsosok is csináltak egy rövidebb videót, de én szeretném megmutatni kettő monitorral, hogyan kell ezt beállítani, és összefoglalni a dolgokat, hiszen előfordulhat az, hogy amikor te elindítod, teszem azt az E3-ast, és két monitorod van, nem olyan sorrendben vannak, felcserélve vannak, vagy esetleg a felbontása nem ugyanolyan, amilyet te megszoktál, vagy esetleg az is előfordulhat, hogy úgy érzed, mintha a két monitor összecsúszott volna, hogy egymást, mintha átvennék, nem ott van a monitor szélén, mondjuk itt egy ikonsor, amikor a monitor szélére állítottad be, hanem átcsúszott a másik monitorra, és elég ronda, csúnya kinézete van. A másik, a monitor beállítása után nyilvánvalóan rögvest érdemes azt a lépést is megtenni, hogy te beállítod korrektül mind a két vagy több monitorodra a háttérképet. Mind a két feladathoz pontosan kettő és grafikusan vezérelhető programot fogunk használni. Hát az első lépés természetesen nyitok egy terminált, és beírom, hogy ARANDR, tehát ARANDR. Meg is zöldült, tehát nagyon nem ütöttem el. Ráütök, és elindul. Elindul az ablak, illetve monitor kezelő rész. Kettő darab monitorom van, ebben a sorrendben vannak a monitorjaim. Azaz a monitor nevét légy szíves felírni, megjegyezni, mert későbbiek folyamán előfordulhat, hogy ilyen névvel hivatkozni kell különböző konfigurációs fájlokba ezekre a monitorokra. Természetesen, hiszen már láttatok egy-két beállításos videót, ahol rendszereket állítottunk be, és bizony ott meg kellett adni, hogy ez az asztal ezen a monitoron legyen. Hát természetesen innét, hogyha lemásolod, a monitor hivatalos, az ARAND, XRAND, akármelyik program által használt nevét, akkor a későbbiekben meg fogod tudni mondani a rendszerednek az, hogy bizony-bizony, hát ezen a monitoron, ilyen nevű monitoron legyen az az asztal, vagy ott nyíljon meg a program. Szuper! Na hát ez egy kis kitérő volt. Hogyan állogatod be a monitort? Úgy állítod be a monitornak a helyzetét, hogy mozgatni tudod. Egymáshoz a dimenziót meg tudod változtatni, tehát megfordítottam a két monitornak a helyzetét, mert bizony előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan rosszul ismeri föl, ami bal oldalt van, az a jobb oldali monitor képként fog megjelenni. Nyilván én visszateszem, hiszen ez egy beállított rendszer, azaz mozgatni tudod így, ha ilyen a dimenziója, így néz ki, akkor így kell összerakni. Arra figyelj, a monitorok ne legyenek fedésbe, mert akkor a kép is fedésbe lesz, és az bizony zűrzavart szokott okozni. Ha véletlenül, és ez egy nagyon-nagyon kis tapasztalati tény, nem egy világmegváltó gondol, hogyha te szépen ügyesen egymás mellé teszed a monitorokat, és itt nincs hely, és miután ezt a műveletet elvégezted, és egymásra csúszna így is a monitornak a képe, azaz az egyik monitor képe átlógna a másik monitorra, akkor egy nagyon-nagyon picit mozdítsd el, egy nagyon-nagyon picit mozdítsd el, és akkor így állítsd be a beállítást, és akkor nem csúszik össze a kép. Természetesen itt nem csak a dimenziót, jobb oldalt, bal oldalt, vagy kicsit lejjebb, kicsit feljebb legyen a monitor képe, témát tudod beállítani, hanem a többi egyebet is. Hát ki tudsz, be tudsz kapcsolni monitort. Hozzáteszem, itt mi csinálunk egy beállítást, de hogyha neked olyan igényed van, hogy jelen pillanatban két monitort használsz ilyen beállításokkal, és esetleg később valami oknál fogva folyamatosan szeretnéd egy másik beállítást is ezzel párhuzamosan használni, nyilvánvalóan elkészíted a másik beállítást, azt is lemented, és script-szerűen tudod váltogatni a beállításokat,
Mondjuk a felbontás, vagy esetleg az, hogy az egyik monitorot ki legyen kapcsolva a rendszer szemléletében. Oké, hát nyilvánvalóan a használt monitorokat bekapcsolod, meg tudod adni, hogy melyik legyen az elsődleges monitor. Ezt érdemes megadni, mert sok program úgy hivatkozik az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es monitorra, hogy az egyik az elsődleges. Nyilván azt a monitort szoktuk elsődlegesnek megadni, ami az orrom előtt van, és fő monitorként használom. De ez nem szentírás, azt adod meg primárinak, amit hát bizony te szeretnél. A felbontást meg tudod adni, a normális felbontás, tehát azt, amit a videókártyád a meghajtó program szerint tud, azokat ide felsorolja, azt választasz ki, amit te szeretnél. Nyilvánvalóan logikus feltételezés az, hogyha nem szeretnéd, hogy torz legyen a kép, ezeknek a vízszintes, illetve függőleges pixelszámoknak olyan arányba kell lenni, ahogy a tényleges monitorodon van. Azaz, hát azért nem mindegyiket lehet értelemszerűen hát jó felbontásnak mondani, ahol esetleg más a pixel arány, azt a monitorod le fogja neked vetíteni, a program el fogja fogadni, de nem biztos, hogy a kör az kör lesz, lehet, hogy ellipszis vagy tojás lesz belőle, azért erre érdemes figyelni. A következő gondolat természetesen az, hogy a tájolást meg tudod adni, a normál tájolás az, amikor egy téglalapot látsz magad előtt, azaz a monitor úgy áll, ahogy áll, de természetesen el is tudod fordítani jobbra, balra, meg egyéb. Lényeg az számunkra, hogy természetesen ezeket be tudjuk állítani. Megadtuk a méretet, megadtuk a helyét a monitornak egymáshoz viszonyítva, és hát bizony, hogyha átállítod, akkor ennek be is mutatom, például a mérete meg fog változni, visszaállítom, hiszen én nem azon, az alap, tehát a 1080-as, hanem a 720-as mérettel szoktam használni, így nagyobb a betűméret, nagyobb a kép, nagyobb a ikonok az adott területen, hát a szemem miatt ez így kényelmesebb. Oké, van egy beállításunk, és azt a beállítást ki is tudod pipálni. Hát kipipálni, elfogadni, kipróbálni, ezzel a kis pipa lenyomásával fogod tudni megcsinálni. Ennyi. Ebben a pillanatban te neked látni kell az új beállítást, és azt, hát hogyha nem tetszik, vagy nem az eredmény egyezik meg a te elvárásaiddal, akkor egy kicsit még faragsz rajta, azaz állogatni utána megint lehet, megint kipipálod, megnyomod ezt a kis pipa gombot, és utána örülsz neki a végén, hogy olyan beállítás, olyan dimenziókban lesznek a monitorok, olyan elhelyezkedésben lesznek a monitorok, hogy neked megfeleljenek. Oké, jó, megcsináltuk, elindítottuk, szuper, és hogyan tovább? Most beállítottál valamit, de a következő rendszerindításkor természetesen az eredeti, a gép által, a programok által kitalált beállítás fog neked előugorni, azaz ezt a beállítást véglegesíteni kell, és nem csak erre a munkamenetre hát beállítani, hanem hát véglegesíteni is kellene. Hogyan? A véglegesítés végtelenül egyszerű. A legegyszerűbb megoldás az, hogy te fogod és idehozod az egeret és rákattintasz. Megjelenik egy mentési ablak. A saját könyvtáradba, ez meglepő módon Laci nevű könyvtár, Scran Lajut feliratú kis mappa alakul ki, persze láthatóan pötty van előtte, tehát hogyha nem jelenik majd meg a későbbiek folyamán a te fájlkezelődbe, jusson egyszerbe, ez egy rejtett könyvtár, abba csinálhatsz egy mentést. Erről a beállításról, és csináljuk is meg, legyen ment a neve, akármilyen nevet adhatsz neki, és örömmel mit olvasol itt le? Shell script. Ha már valahol az van, hogy shell script, az mindig töltsön el örömmel, mert ezek egyrészt jó eséllyel szövegfájlok, kettő, nem egy nagy agysebészet az, hogy ezekbe belenézzünk, és megnézzük, hogy mi az össz van benne beleírva, és ráadásul ezek futtatható állományok, azaz, hogyha különböző beállításokat készítesz, elementet különböző névvel, akkor ha ezeket a különböző skripteket futtatod, akkor abban a pillanatban
ezek az új beállítások, ami abba a scriptbe bele lett írva, bizony érvényt kapnak, és úgy fog a monitorod, a monitorjai beállítása megváltozik, azaz villámgyorsan fel tudod cserélni a felbontást, a tájolást, a monitorok helyzetét és egyéb, például olyat, hogy az egyik monitort ki is tudod kapcsolni a programok számára. Oké, hát természetesen a mentésgombról nem feledkezünk meg, és mentettünk, hát nyilvánvalóan miután mentettünk, utána erre a programra nekünk jelenleg nincs szükségünk, és bele fogunk nézni ebbe a kis scriptecskébe. Elindítottam a fájlkezelőt, és megkerestem Laci könyvtár, ez én vagyok, és bemegyünk abba az előbb látott könyvtárba, amelyikben mentettük, hát itt van a ment SH, és bele is fogunk nézni, természetesen a Subtext 3-ast elindítottam, és mit látunk? X-Rant, és rengeteg fölirat. Mindenfajta fölirat van ebbe. Nyilván ő megnézte az összes videó kimenetet, ami a géped hátulján a videókártyád hátsó részén ott van, és ő megnézte, hogy a display port nulláson semmi nincs. A DP1-esen semmi nincs. Hát az off azt jelenti, hogy az éppen semmi nincs, és akkor menjünk tovább. A kettesen sincs. Oppá, látjátok azt a feliratot, amit az előbbiekbe ti, hát ott azon a kis négyzeten, téglalapon láttatok, amit én mondtam, hogy írjatok le, jegyezzetek meg, mert a későbbiekben szükség van rá, akkor bizony észreveszük, hogy a HDMI kimeneten bizony van egy 1280x720-as nagy meglepi, ugye, hogy a legördülő menüben azt választottuk ki, és a pozíció 1320x0, azaz ott van a monitor, ahol kell, és akkor nézzük is meg a forgatása normál, és utána az output következő kimenet a videokártyán, a DVI-D nullás, ő lett a primary, tehát az elsődleges, nekem a főmonitorom, annak bizonyosan az 1280x720, nyilván láttátok, hogy az lett beállítva, és bizony a 0-0 pozícióban van, azaz az első monitor, hát itt a második sorba helyezkedik el, a sorba a második, de hát bennünket nem érdekel, hogy ő milyen sorrendbe irogatja, de azt mondja, hogy a 0-0, azaz ettől a pozíciótól, itt a saroktól számolja a pixeleket, és helyezi el a térben, attól a pixeltől 1320. Láttátok, egy picike kis rést hagytam, beszéltem róla, hogy érdemes ezt megtenni, egy picike rést hagytam a monitorok között, ami bizony valóságban is megvan, azaz bizony szépen beírogatta azokat, amit ezek nélkül, a programok nélkül, ennél az egyszerű kis program nélkül van pár egyéb hasonló, de én ezt szerettem meg, bizony nehézkesen lehetne összerakosgatni és összeírogatni. Oké, hogyan tovább? Kettő lehetőséged van a későbbiek folyamán, hogy ezt a beállítást te véglegesítsd, az egyik az, hogy mivel egy script, és ennek van egy neve, akkor az autostart részbe te ezt beírod. Az, hogy a te rendszereden hol van az autostart, azt én nem tudom. Én azt tudom, hogy az enyémen hol van, és hova fogom beírni. Sok esetben az ablakkezelő konfigurációs fájl vagy beállító részében van egy olyan rész, hogy indító programok, autostartként indítható programok, például az E3 is tud a config fájlába olyan hát parancsot fogadni, és már volt róla szó, ami akkor induljon el az a program, ha elindul az E3-as, amikor én elindítom, aztán csinálja meg azt, amit kell. Vagy vannak olyan rendszerek, például az Openbox-nál is van egy autostart nevű állomány, amit bizony szépen feltöltesz különböző programnevekkel, amiket szeretnéd, hogy elinduljon. Igen ám, most a harmadik megállapítás, harmadik lehetőséget emlegetem, a magyar ács azt mondja, hogy ne legyen külön egy autostart, illetve ne a konfigurációs állományba irogassuk be ezeket, hanem valamilyen megoldással hozzunk létre, és töltsük föl parancsokkal a következőkbe bemutatott állomány. Ez a megoldás egy picit gyorsabb indítást csinál, hiszen
a leírás szerint. Én nem tudom ellenőrizni, illetve nincs is indítatásom ezt ellenőrizni, hogy most egy tized másodperccel gyorsabb vagy lassabb az indítás. A mai gépeken nem nagyon számít, de nyilvánvalóan én elhiszem, hogy egy kicsit gyorsabb. Nézzük is meg ezt az állományt. Ismeritek, semmi újdonságot nem fogok nektek mondani. A Home könyvtárba kell lenni egy olyan fájlot, ha nincs hoz létre, nyilvánvalóan ezek a gondolatok, a T-Link, azaz a csempézős, az egyszerűbb asztalkezelő, ablakkezelő rendszerekre szólnak, tehát hogyha esetleg plazmát vagy komolyabb ablakkezelőt, asztali felület együttest használsz, azért nézd meg, hogy ott ez hogyan működik. Én most kifejezetten az egyszerűbbekről beszélők, létre kell hozni olyat, hogy pötty, X profil, és abba szépen bele lehet irogatni indítandó programokat. Nézzük is meg, hogyan néz ki. Hát bizony, erről már beszéltem, be is mutattam, de hát a konfigurációnak azt a részét nézzük meg, ami bizony az előző fájlból szépen bemásoltam, az X-Rand, ő is itt van-e? X-Rand, de mindjárt megnézem, hogy ott van-e? Ott van, X-Rand, és utána jönnek felsorolva a monitorok. Praktikussági okokból én olyan monitornak a beállítását nem adom meg, ami nincs a gépemhez kötve. A logikus, nyilvánvalóan ennek örömére az output, név, off részeket szépen kiszedegettem, és csak az aktívan működő részt, a HDMI csatlakozó, illetve a DVI csatlakozónak a beállítását adtam meg, fölösleges egy off kikapcsolt állapotú portnak a beállítását megadni, hogy ő bizony off, és akkor ide szépen be van állítva, és lemented, beteszed, bemásolod, véletlenül se kézzel irogasd be, mert elírsz valamit, lemarad egy nulla, lemarad egy akármi, katyvasz lesz a következő indításnál a képernyő összeállításod, és nem azért dolgoztál, hogy olyan legyen. Oksi! Tehát én ide írtam be, de teljesen mindegy, hogy a te rendszeredbe esetleg mondjuk az Openbox-nál van egy olyan, hogy autostart file, és abba kell beírni, vagy abba szokták beírni, vagy magába az ablakkezelő konfigurációs file egy részébe kell ezeket elhelyezni, hogy automatikusan induló programok közé ezt beindíts. Teljesen mindegy, ezt te tudod, de az a lényeg, hogy létrehoztunk egy beállítást, és az nem elegendő, erre nagyon figyeljetek, a nagyobb asztali felületek, ablakkezelőknél a saját, ahhoz a rendszerhez kifejlesztett beállításoknál, beállító programoknál, konfigurációs programoknál, ilyet nem kell csinálni, hiszen a saját beállító programja, hát bizony, az be fogja neki állítani, és elmenti. Itt nem mentettük el a rendszer agyába, hogy automatikusan induljon ez a felbontás, de most ide beírtuk, és miután ezt lementettük, a következő indításnál azzal a felbontással fog elindulni a monitorod, azzal a dimenzióval, meg egyéb beállítással. Nem ördöngőség, még sokat is beszéltem róla. Oké, van monitorunk, és utána? És utána természetesen mi az, ami számunkra fontos? Legyen háttérkép. A háttérkép beállításához körülbelül egy fél tucat egyszerűbb, jobb, rosszabb, gagyib, szép, használhatóbb, ócska, vagy szuper programot fogsz te találni. Én azt mondom, hogy ha te életednek nem az a legfontosabb dolga, hogy váltakozzon a háttérkép, meg különböző trükkök, átmenetek, színösszeállítások, egyéb villogó akármik legyenek, az internetről a legújabb képeket automatikusan oda bepasszírozza, akkor nem kell mást használni, mint a nitrogént. Könnyű megegyezni. A nitrogén egy gáz, nyilvánvalóan rögtön eszedbe is fog jutni. Miért szeretem ezt? Azért, mert egyszerű, meg grafikus, meg nagyon jó. Tehát egyszerű, grafikus, nagyon jó, és nézzük meg, hogy mi az, hogy nitrogén. Nyilvánvalóan, ha nincs telepítve az arand vagy a nitrogén, akkor telepíteni kell. Senkit nem nézek hülyének, de előfordult.
hogy volt reklamáció, hogy neki ilyen programja nincs, elolvasta a leírást, és nem indul a program. Kérdés? Telepítetted? Ja, nem. Hát bizony, ez fontos dolog. Anélkül nem fog menni. Egyik se alaptelepítés, véleményem szerint, emlékeim szerint inkább így mondom, a magyar arcson nyilvánvalóan telepíted, suszpassz, fölmegy, meg hát más akármilyen Debian alapú rendszeren is pontosan ugyanígy meg fogod tudni csinálni. Nitrogén. El fog indulni a nitrogén, és abba a könyvtárba be fog lépni, amit te előzőleg beállítottál, vagy hogyha nem volt beállítva, akkor természetesen be kell állítani egy alap könyvtárat, ahol te rejtegeted azokat a képeket, háttérképeket, amelyeket te szeretnéd használni. Hogyan állítod be? Természetesen beállítások, és ide beírogatod az elérési utat, vagy hogyha nincs kedved beírogatni, ad, hozzáadjuk, hát nyilvánvalóan, és szépen betallózod azt a könyvtárat, ahol a képek, a háttérképek vannak. Én, ha rám hallgattok, nyilvánvalóan ez nem kötelező, a saját háttérképeimet, az én gyűjteményemet, amit én szeretek, látható rengeteg, sok-sok-sok képet összeszedegettem, de én ezeket megszoktam, időnként váltogatom, azaz hova tettem bele a BIN könyvtáromba. Ez egy olyan stabil könyvtár, ami az elérési útba bent van, ebbe vannak azok a futtatható scriptek, futtatható programok, AppImage programok például, amelyeket én folyamatosan használok, azaz nekem a mentésemben bent van a BIN könyvtár, és az ilyen programok, amik önmagába futtathatóak, szépen lementésre kerülnek, és például pluszba ebbe a könyvtárba a háttér wallpaper nevű könyvtárba bent vannak a háttereim. Azaz, hogyha a rendszert én lesikálom a gépemről, és a másik rendszert fogok feltenni esetleg, akkor a BIN könyvtárat egy az egybe visszamásolom, és nem kell keresni, az XFC-je ide teszi, az OpenBox oda teszi a háttérképeket alapból, és akkor most én guberáljam, hogy hol vannak. Nem, nekem a saját gyűjteményem egy saját mentett könyvtár alkönyvtárában vannak, és akkor azok mindig megvannak, és természetesen a Magyar Ács hátteret, pedig a Magyar Ácsnak a szabvány helyéről szoktam ide behúzni, beilleszteni a gyűjteménybe, és leokézzük a rekurzívet, akkor hogy pontozve, hogyha vannak alkönyvtárak, nyilvánvalóan 7 darab, hát nagyon csodálatos, és szerintem mindenki által ismert háttereket nem rakom alkönyvtárba, de hát azért tudjuk, a szortírozás meg egyéb, hát arra nem akarok kitérni. Oksi, hogyan tovább? Fogod, kinézed azt a hátteret, amelyiket te szeretnéd használni. Látható volt, hogy én jelen pillanatban ezt használom, de hát mivel a Magyar Ács van fönt, akkor az egyes monitoromon legyen ott a Magyar Ácsnak a logója, azaz megkeressem azt, hogy egyes monitor, kettes monitor. Ha neked 3-4-5 van, akkor nyilvánvalóan 3-4-5 elnevezésű monitorod is lehet, ha pedig pontosan egy van, akkor nyilvánvalóan hiába keresed a 2-3-4-5-6-ot, egy lesz ott. Oké, én az egyes monitorra szeretném ezt feltenni, és hát bizony, tudjuk, hogy a képeknek van egy dimenziója, magassága, szélessége, a monitorodnak van egy magassága, szélessége. Én azt mondom, hogy ha te egy saját gyűjteményt állítasz össze, és van lehetőség, ahonnan te letöltöd a háttérképet, vagy te készíted a háttérképet, akkor a monitor méretének megfelelő háttérképet légy szíves készíteni, mert akkor nem kell torzítani esetleg, nem kell semmit vele csinálni a programnak, hanem hogyha ez a méret 1280x720, a monitorom mérete, és 1280x720-as a kép mérete, akkor bizony csak egyszerűen oda teszi. És akkor nincs az, hogy kilóg, kisebb, torz, egyéb. Na hát igen ám, de mi van akkor, hogyha nincs ilyen szerencsét, hogy a monitor méretednek megfelelő pontossággal kapod meg a háttérképet, akkor itt különböző skálázási módok között választhatsz. Az, hogy melyik lesz neked ideális,
Azt ne a nevek szerint döntsd el. Jó? Nem mindig a nevek, amit én elgondolok, a mögött lévő tartalom és a kapott eredmény nem mindig van szinkronban. Mindegyiket ki kell próbálni. Természetesen a legegyszerűbb az, hogyha azt teszed, hogy automatik. És akkor ő automatikusan eldönt, hogy milyen műveletet, nagyítást, torzítást vagy kitöltést szeretnél csinálni, és akkor bizony megcsinálja azt, amit akar, de zoomolni, akkor középre igazítani, illetve addig zoomolni, hogy kitöltse az egész képernyőt, azt ki tudod választani. Nyilvánvalóan azért figyelj arra, hogy azért jól nézzen ki, meg hát az legyen, úgy legyen, ahogy neked tetszik. Én erre bökök, és akkor apli, és megláttad, itt fönt láttad, igaz? Megváltozott a hátterem, és akkor ennyi. Becsukhatjuk a programot, nekem a középső egérgombbal van összekötve, a csukjuk már be a programot, gondolat, rákattintunk, becsukjuk, és ezt is be fogom én csukni, és megvan a hátterem. Milyen teendőink vannak? Nyilvánvalóan, hát bizony beállítottam egy hátteret egy programmal, de a következő indításnál honnan tudja az a szegény, mondjuk i3-as, hogy hát nekem most ez a háttér kellene, és nem az, ami egy jel előbb volt, vagy két hete volt. Hát természetesen meg kell mondani, azaz el kell indítani automatikus indítási fájba, abban az állományban, ahol az automata indításaid vannak, a háttérkezelőd, az úgy hívják, hogy nitrogén. És mit fogunk vele csinálni? Azt hiszem, senkinek nem fog nagy meglepetést okozni, be fogjuk írni abba a fájba, jelesen nálam, mert én elfogadtam a Magyar Árcsosok hát gondolatát, hogy az X-Profil nevű saját könyvtárban lévő pötty, azaz rejtett állományba érdemesebb berakni ezeket az automatikusan indítandó akármiket, hiszen látható, hogy azért itt vannak eléggé sokféle akármi program, de jelesen mit fogunk indítani? Természetesen a nitrogént. És beírod azt, hogy nitrogén, kötőjel, restore, és egy etjelet teszel, hogy háttérbe fusson, lemented, és a következő indításkor már ő el fogja indítani a nitrogén programot, restaurálja az utolsó beállítást, amit te az előbb megcsináltál, remélhetően nem csak a videót nézed, hanem csinálod is a gondolatokat, és utána az a hátteret kapod meg, amit te szeretnél. Egyszerű? Szerintem ennél bonyolultabb dolog, hát nem tudom, hogy itt valami különösebb probléma lehetne, nem? Mindenki el tudja dönteni fél perc a monitor beállítása, ha tudod, hogy milyen dimenziója van, tehát milyen oldalaránya van, hol helyezkedik el, azt látod, és hát melyik legyen a fő monitor, a primér monitorod, vagy pedig hát bizony a felbontást is szeretnéd beállítani, elmentett rész, beilleszted az autostartba, ugyanígy a nitrogénnel. Azért szeretem meg grafikus, hogy aztán látom ott a kis képeket, hogy melyik az, nem kell elérési utakat, meg egyéb ilyeneket beírogatni, meg dimenziókat, méretezést, meg izémizéket, aztán ennyi. Azt is beteszed az autostartba, és utána ez működik. Itt a nitrogénnél arra figyelmezzél, hogyha előfordul, hogy te szépen beállítottál egy háttérképet, és az átcsúszik a másik monitorra, tehát átcsúszik a másik hátteret, a másik monitorról lévő hátteret odébb tolva, akkor előfordul, hogy nem tudja korrektül méretezni azt a képet a te dimenziódra, tehát a monitornak az oldalarányára, akkor visszamész a nitrogénbe, átállítod a zoomolási lehetőségeket, és hát újraindítod a rendszert, és meglátod, hogy jó lesz-e. Ha egyáltalán nem jutsz végig, lépkedsz az összes lehetőséged, és nem jutsz előbbre, akkor fogod a képet, a háttérképet,
és egy képszerkesztőben a te monitorod méretére átméretezed, és akkor magának a nitrogénnek nincs méretezési feladata, és akkor fix, tuti fix, hogy ott fog megjelenni. Ennyi volt, köszi szépen, hogy meghallgattatok. Picit hosszabb lett, mint gondoltam, de én ki szeretek térni minden nüanszra. Tudom, hogy haladóknak totál unalmas, hogy elmondom, hogy hát bizony jó lenne, ha telepítenéd a programot, van nélkül nem megy, meg ilyesmit, hogy többször visszatérek valamire, de kezdőknek, ebben járatlanoknak bizony előfordulhat, hogy ilyen kicsike kis lökés, egy más szóval elmondott gondolat megadja azt a szikrát, hogy rájöjjön, jé, ezt így kell csinálni, jé, én killottam 2 órán keresztül vele, pedig ilyen egyszerű, mert ott és amott így kell csinálni, és utána jó lesz. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, és még egyszer elmondom, hogy ezek a gondolatok, akár a nitrogén, akár az X-rand, A-rand gondolat jellemzően az egyszerűbb ablakkezelőknél használatosak. Nyilván előfordulhat, hogy a te ablakkezelőd, asztali felületed, GNOME, KDE, Plasma, egyéb az saját háttérkép kezelőbeállító vagy monitorbeállító programmal rendelkezik. És az is előfordulhat, hogy a kettő, tehát ez, amit mutattam, és az, ami abban van, összeveszik. Azaz előfordulhat, hogy egy plazmánál, egy KDN-nál, egy GNOME-nál nem biztos, hogy ez így, ilyen egyszerűen működik. Köszi szépen, sziasztok!